Közel 400-an ünnepeltek Újfehértón szombaton a Zajti Ferenc Kulturális Központban. A település vezetése hosszú évek óta megemlékezik a helyi időskorúakról. A rendezvényen elhangzott, a mai fiatalok sokat tanulhatnának a szépkorúaktól, emellett pedig hálával is tartoznak nekik az elmúlt évtizedek munkáiért. Most már mondhatom, hogy több évtizedes hagyománya van, hogy megrendezzük minden évben, és lehetőleg szeptember utolsó hétvégéjén is. Úgy néz ki, hogy az égiek is kegyesek, hiszen már 5-6 éve még az eső sem zavarja meg ezeket a rendezvényeket. Én úgy gondolom, azok az idős házaspárok, akik 50-60 vagy 65 éve együtt élnek, és természetesen mellett a többi nyugdíjas is megérdemli azt, hogy évente egyszer gondoljuk rájuk, és picit ünnepeljük meg őket, hiszen nekik köszönhetjük, amink van. A kormány az elmúlt években több intézkedést is bevezetett a nyugdíjasok támogatására, közölte a térség országgyűlési képviselője. Simon Miklós hozzátette, a rezsicsökkentéssel például egy teljes havi nyugdíjat tudnak megspórolni, a Nők 40 programban pedig 200 ezer nő mehetett nyugdíjba 40 éves munkaviszonyuk után. 2010-ben szövetséget kötöttünk, szerződést kötöttünk a nyugdíjasokkal, és az új kormány és a parlament az garantálta a nyugdíjak reál értékét. Azóta ugye 6 esztendő telt el, 23%-kal emelkedtek a nyugdíjak. Én úgy gondolom, hogy ez nagy eredmény, tekintve a korábbi időszakot, ugye amikor a szocialisták egy 13. havi nyugdíjat vettek el, ugye 2008-9 táján a nyugdíjasoktól. Ennek a fényében nagyon nagy eredménynek tartom. Az újfehértói rendezvényen külön köszöntötték az aranylakodalmukat ünneplő párokat is, akik idén ünneplik 50. házassági évfordulójukat.